Mindannyian tudjuk, hogy a börtön az egyik legveszélyesebb hely a világon, mivel a Földön élő lehető legveszélyesebb embereket zárják be oda. Vannak, akik kezelhetetlen dűkitöréseikkel nehezítik meg a többiek életét a rácsok mögött, és vannak olyan életfogytiglanra ítélt rabok is, akik már nem tudnának súlyosabb büntetést kapni, emiatt pedig úgy érzik, rájuk nem vonatkoznak a szabályok, és bármit megmernek tenni. A mai extrém toplistának ez lesz a témája, ha pedig még nem láttad az első részt a világ legveszélyesebb rabjairól, akkor nézd meg azt is. Jó szórakozást kívánok, és maradj itt a legvégig, mert az utolsó helyre egy olyan embert tettem, akit látva még az állad is le fog esni. Nico Jenkins. Talán hallottad már a férfi nevét, azonban ami még valószínűbb az az, hogy láttad már ezt a bárhol felismerhető arcot. 2019-ben az egész internetet bejárta ugyanis az erőszakos bűnöző fotója, aki már gyerekkorától kezdve benne volt az alvilági életben. Nélkülözésben nőtt fel, szülei drogfüggők voltak, sőt még gyilkossággal végződő rablásokban is részt vettek, ami elkerülhetetlenül meghatározta a kis Nico életét is. 7 évesen már fegyverrel ment iskolába, amiért kirúgták, 16 évesen autót lopott és letartóztatták, a börtönben pedig ekkor káoszt robbantott ki, és anarchiát tervezett szökéssel együtt. 2013-ban 4 embert megölt 10 nap leforgása alatt, akik közül 3 teljesen ismeretlen személy volt számára. Mindannyiukat pisztollyal, fényes nappal végezte ki, nem félve a következményektől, és teljesen ok nélkül. Eközben az elkövetések közben egyébként nem bukott le, csak később, mikor terrorcselekmények miatt nyomoztak utána, akkor tudták utólag hozzákötni a gyilkosságokat. A bíróságon azt nyilatkozta a férfi, hogy azért kellett megölnie az embereket, mert áldozatot kellett felmutatnia Istene az egyiptomi Apophis előtt. Magát tehát egyáltalán nem tartotta bűnösnek, mert csupán parancsokat követett. 450 évre ítélték, de végül még a halálos ítéletet is kimondták rá. Ijesztő megjelenése pedig a valóságot tükrözi, ugyanis többször kellett már magánzárkába tenni a börtönben, mikor megvert más rabokat. Eileen Monster Wuornos. Egy olyan borzasztó és retteget bűnözőről beszélünk, hogy még egy filmet is készítettek róla, a Szörnyetek címmel. Eileen egy amerikai sorozatgyilkos volt, aki Michiganben nőtt fel, gyerekkorától kezdve rossz körülmények között. Veszélyes környéken élt családjával, ezért több fegyveres rablást is átélt már gyerekként, ami fiatalon még őt is bevonzotta, és ő maga is elkezdte kitervelni és végrehajtani saját betöréseit, valamint rablásait. Többször is börtönbe került, de más tervek hiány mindig visszatért ehhez az életvitelhez. Egy évtizedig rabolt ki és tört be otthonokba, amikor új ötlettel állt elő, ami aztán a sorsát is megpecsételte. Prostituáltnak adta ki magát, és az út szélén stoppolt magának új kuncsaftokat, akiket megölt és elvette mindenüket. 1989-ben kezdte ezt, és 91-ig bezárólag 7 emberrel végzett így. Azt vallotta, hogy az összes esetben önvédelemből ölt, ami nyilvánvalóan hazugság volt, viszont jól mutatja, milyen elvetemült elkövetővel állt szemben a bíróság, aki csak saját magát akarta menteni, és semmiféle megbánás nem volt benne. Kiderült azonban, hogy emellett bérgyilkosságokat is vállalt, és mindent egybevéve végül a floridai bíróság elrendelte ellene a halálbüntetést, amit 2002-ben végre is hajtottak. Teljesen semlegesen érintette mindaz, amit tett, valószínűleg azért, mert már alapból ebben nőtt fel, és tényleg nem mozgatta meg egy gyilkosság elkövetése sem. Őt tartották az első női sorozatgyilkosnak, aki még a börtönfalain belül is többször került verekedésbe, és több rabnak is okozott komolyabb sérüléseket, mikor felhúzták őt. You killed 7 men, 7 strangers. Does that not make you a serial killer? So I didn't kill them every day, did I? Did I go out there every day and say, if I did, there would be hundreds. Well, no, it took you 12 months. Yeah. And that's a hell of a lot of men I went through before the next jerk came along and I used protection, like a condom. Dawood Ibrahim. A világ legelvetemültebb dollármilliárdos gangsterének tartják Dawoodot, aki évtizedeken keresztül volt képes elmenekülni a rendőrök elől. Majdnem 30 éve ő tervelte ki Mumbai-ban a 257 civil áldozatot követelő robbantás sorozatot, emellett kalóz, pénzhamisító, fogadási csaló, terrorista és drogbáró is. Bár régóta keresik, ügyesen bujkál a brit és indiai rendőrség elől is, ami mögött bizonyos beszámolók szerint állami korrupció bújik, ugyanis elméletileg többször segített
engedtek neki elhagyni az országot a fejesek. 1955-ben szegény családba született, korán otthagyta az iskolát és dolgozni kezdett helyette. Úgy érezte, semmi nem hoz elég pénzt, ezért az alvilág kezdte érdekelni, ahol néhány év alatt egy nagy kapcsolati hálót épített ki, és végül egy saját szervezetet hozott létre. Bérgyilkosságokat és más illegális tevékenységeket biztosított pénzért a világ harmadik legkeresettebb bűnözőjének számító férfi és cége. Majdnem 6 milliárd forint értékű vérdíjat tűztek ki a fejére, azaz ezt az összeget kapja meg az a besúgó, aki segít elkapni Dawoodot, azonban eddig bárki, aki elárulta őt, borzalmas kínzásokat kapott, és valószínűleg az egész családját is megölték. A listára csak bónuszként tettem fel, ugyanis nem rab Dawood, azonban ha az lenne, nagy eséllyel a valaha élt legveszélyesebben ítélt lehetne. Thomas Silverstein. A börtönben csak borzalmas Tomiként ismert férfi, egy átlagos kaliforniai fegyveres rablónak számított, aki pár évre hűvösre került, de aztán várhatóan szabadult volna. Mondhatni, hogy egy normálisnak számító esete volt. Thomas 1971-ben csupán 19 évesen került először börtönbe, amikor 4 évig ült, ami saját elmondása szerint élete legrosszabb és legunalmasabb része volt. Szabadulása után újra fegyveres rablásokba kezdett, majd újra elkapták, ekkor pedig 15 évre ítélték. Ezt már annyira nem tudta elviselni, hogy bizarr, sötét fordulat következett ekkor válaszul. Érdemes észben tartani, hogy egyetlen egy ember sem ölt meg, idézőjelbe téve csak rabolt, azonban a börtönben jó barátságba került egy neonáci rabbal, aki bevette a bűnszövetségébe. Megkörnyékeztek egy Danny Atwell nevű férfit, akit arra kértek fel, hogy drogot csempészen be nekik, mivel tudták, hogy minden héten látogatja őt barátnője, de ő nem akart belemenni, ezért Thomas megölt. Őt. Ekkor elkülönítették a férfit, kiszabták rá az életfogytiglant, de később visszakerült a szokványos cellájába. Nem sokkal később megölt egy újabb embert, Robert Chappelt, aki egy ellenséges banda tagja volt, ezért pedig összesen 67-szer szúrta meg. 3 évvel később Mer Katzal az egyik őrrel is végzett, amikor nem figyelt rá oda eléggé. Végül egy másik államba helyezték át, ahol a maximális felügyelet mellett a szuperbiztonságos cellát adták neki, így több emberrel nem tudott már végezni. 2019-ben 67 évesen hunyt el a férfi, aki több időt töltött rácsok mögött, mint szabadon, és éppen a börtönben lett olyan szörnyű és rettegett gyilkos, akitől mindenki félt. Ed Kemper III. Fiatal korától fogva szociopata jeleket mutatott a fiú, aki ráadásul piromán vonásokat is rejtegetett. Széthasította húga babáit, állatokat kínzott és végzett ki, arról fantáziát, hogy egy napon majd elektromos székben fogják kivégezni, és mindezek mellett még a saját szülei is féltek tőle. 13 évesen elszökött otthonról, és az anyjától elvált apjához akart költözni, de rájött, hogy ő már új életet kezdett, és minden figyelmét az új nevelt fiának szenteli új felesége mellett. Emiatt Ed végül nagyszüleihez ment 1964-ben, azonban sajnos nem jött ki jól velük. Mikor nagyanyjával nem értett egyet valami miatt, akkor megölte, majd mikor nagyapja pánikba esett, akkor saját elmondása szerint más választás híján végül vele is végzett. Ekkor felhívta anyját és beszámolt neki arról, amit elkövetett. Ő persze ráhívta a rendőröket és azonnal be is vitték. Hamarosan orvosilag alátámasztott tény lett, hogy skizofrén, emiatt elkülönített mentális létesítménybe tették fegyveres felügyelet mellett. Csupán 5 év után végül 21 évesen kiengedték, amit a közösség egyáltalán nem értett meg, és az orvosok is felháborodtak. Pár évig úgy tűnt minden rendben, munkát szerzett és élte is életét, sőt a rendőrségen akart elhelyezkedni, de sajnos a fizikai elvárásoknak nem felelt meg. Ezután 1972-ben, csak 3 évvel szabadulása után megint eltört a mécses, és megölt 2 nőt, majd év végéig még további 4-et. Egyszer, mikor anyjával összeveszett valami apróságon, akkor végül vele is végzett, amikorra már 9 gyilkosságot követett el összesen. Ezután olyan gyomorforgató dolgokat tett saját anyja testével, amit nem fogok nektek ecsetelni, tényleg borzalmas, milyen betegelméje volt a férfinak. De még ez sem volt neki elég, ugyanazon a napon áthívta egy barátját, és vele is végzett. Egy ideje menekült már ekkor a hatóságok elől, de végül saját magára hívta ki a rendőröket, és őrültnek vallotta magát. Az államban, ahol elkapták, végül nem szabták ki rá a halálbüntetést, szóval ez a vágya és fantáziája nem teljesült, azonban 8-szoros életfogytiglanja miatt örökre börtönben fog ülni. Bár hogyha belegondolsz, hogyha amúgy sem engedték volna ki, akkor ennek a 7 embernek az életét megmenthették volna.
Matteo Messina Denaro. A szicíliai maffia filmen megörökítve izgalmas, drámai és tetszetős lehet, azonban ez valóban létezett, sőt még a mai napig is vannak olyan maffia családok, akikkel senki nem merne újat húzni. Matteo maffia családba született, így első kézből tapasztalhatott meg mindent, és már 18 évesen elkövette első büntettét. Több mint 50 ember halálát kötik a férfihoz, aki a 90-es évek óta tevékenykedik aktívan ebben az alvilági körben, ami miatt 2002-ben életfogytiglanra ítélték személyes jelenléte nélkül. Ez tehát azt jelenti, hogy ügyvédek, fellebbezések vagy beleszólás nélkül kiszabták rá a büntetést, azóta pedig elfogató parancs van a férfin, akit már több mint 20 éve nem tudnak elkapni. Papíron már rabnak kellene lennie, azonban amit az ítélet hozott, az nem éppen a várt eredmény volt. Matteo ugyanis kivégeztette a bírót és a helyettes ügyészt is, akik részt vettek az ítéletében, azonban elkapni azóta sem sikerült őt. Ő számít tehát az egyik legkeresettebb bűnözőnek jelenleg a világon, akire már a büntetését is kiszabták, csak éppen el kellene kapni. Érdekesség, hogy 2021-ben letartóztattak egy Forma 1 rajongót, akiről azt hitték, hogy Matteo az, de kiderült, hogy nem ő volt az, csak nagyon hasonlított rá a férfi. Bizonyos információk szerint arcátalakító műtéteket hajtottak rajta végre, hogy ne lehessen felismerni, ezért azóta is ugyanúgy Szicíliában élhet, és bárki, aki az ügyében nyomozni kezd, azonnal rejtélyes körülmények között meghal. Ilyen tehát az, amikor papíron rab vagy, de a valóságban érinthetetlen és az egyik legrettegettebb ember vagy. Ez lett volna a mai videó, köszönöm nektek a figyelmet, ha érdekelnek hasonló témák is a csatornán, akkor mindenképp nyomjatok egy lájkot, sőt a TikTokomon kifejezetten ezekről a rabokról, illetve sorozatgyilkosokról extra infókat tudhattok meg, mint például azt, hogy miért követték el pontosan büntetteiket saját bevallásuk szerint. Úgyhogy kövessetek be TikTokon is extra tartalmakért, valamint ne felejtsetek el csatlakozni a csapathoz, az iratkozatok fel rám, nyomjátok be ezt a kis csengőt, és belefogjátok a következő izgalmas videókat is majd, amik közül már nem sokan érkezik is a következő, de rögtön holnap, úgyhogy gyertek vissza akkor is, addig is még további szép estét, és sziasztok!